Sziasztok! Én Morgan László vagyok, a Katalizátor könyvkiadótól. És mi adtuk ki ezt a könyvet, amelyikről itt beszélgetni fogunk. Schumacher a kicsi szép című könyvét. És azt szeretném mondani, ez megtiszteltetés a kiadónak, hogy kiadhattuk, és ez nem egy frázis. Nem sokszor szoktam mondani könyveinkről, hogy tényleg megtiszteltetés, hogy kiadhattuk. De ez, a könyv tényleg olyan könyv, amit vagy aki elolvasta, vagy aki ismeri, tudja, hogy tényleg nem túlzás, hogy alapvető munka. Amikor először kézbe vettem, egyébként 1991-ben már megjelent magyarul, de azt gondolom, hogy elég gyorsan elfogyott, és valamiért nem került újra kiadásra. Amikor én először kézbe vettem a magyar szöveget, akkor úgy hatott rá, mint a 80-as években, amikor szavizdatot vettem kézbe. Egy teljesen új gondolkodásmódot tapasztaltam, és a szamizdat az megváltoztatta az életemet, mert aztán egy szamizdat kiadó tagja lettem. Itt ez a kicsi szép nem változtatta meg az életemet, de teljesen azt jelentette számomra, hogy jó úton járok, amikor kicsit ide keverve a politikát az LMP környékén tevékenykedem, mert azt gondolom, hogy ez a könyv teljesen LMP kompatibilis. Schumacherről néhány szót szeretnék mondani. 1911-ben Bonnban született, tanulmányait Németországban, majd Oxfordban, majd New Yorkban végezte. A náci Németország elől Angliába emigrált, ott, mint ellenséges idegen internálták, és egy gazdaságban kellett dolgoznia, de már akkor is munkákat írt, közgazdaságtani munkákat, aminek következtében kikerült a táborból. A II. Világháború után Indiában és Burmában utazott, a kormány tanácsadó lett mind a két helyen, és ezek főleg a burmai tapasztalatai indították arra, hogy kidolgozza a buddhista közgazdaságtant, amiről nyilván itt majd még lesz szó. Visszatért Angliába, ott a brit szénbányák tanácsadója lett, majd visszavonulása után írta meg ezt a könyvét, 1973-ban adták ki. Előtte való előadásai, illetve írásai alapján 1977-ben halt meg szívrohamban. Bemutatnám a két beszélgetőt. Hertai László kiemelt Schumacher rajongó, Pataki György pedig a Corvinus Egyetem oktatója, és át is adnám nekik a szót. Köszönjük szépen! A következőkben úgy beszélgetnénk, hogy én teszek fel kérdéseket Gyurinak, és ezekbe a kérdésekbe sokszor állításokat fogok elrejteni, amivel lehet majd vitatkozni. Én úgy kerültem kapcsolatba a Schumacher könyvével, a kicsi széppel, ami aztán nekem megváltoztatta az életemet, ezt kell mondjam, és azóta boldog vagyok. Harmadéves egyetemista voltam, amikor jártam egy kurzusra a közgazdasági egyetemen, aztán ökológiai közgazdaságtan volt a címe, amit Gyuri és Zsolnai László tartottak együtt, felváltva, és akkor olvastuk ezt a könyvet, és ennek hatására később én szakkollégiumban is jelentkeztem, mert abban a szakkollégiumban meg éppen egy ilyen Schumacher kör volt, és kezdtem el foglalkozni ökológiai közgazdaságtannal, és igazából ma is hasonló dolgok izgatnak. Úgyhogy először azt kérdezném Gyuritól, én is ugye sokat tudnék mesélni, mi ragadott meg, egy röviden, hogy akkor ő hogy került ezzel a könyvvel kapcsolatban, miért kezdték el ezt tanítani, vagy miért vették fel egyáltalán annak a kurzusnak a tematikájába, illetve azt, hogy aztán majd menjünk tovább, hogy akkor mit jelentett, ugye ez hát lassan már 20 éve volt ez a kurzus, hogy akkor mennyire tűnt frissnek ez a könyv, és hogy az elmúlt 20 évben mennyire maradt friss az a gondolat, ami benne volt. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Remélem, igen. Minden esetre az én találkozásom a Schumacherrel, az nem is kifejezetten magának a könyvének az olvasása volt, hanem először Zsolnai Lászlónak ez a kis kötete, a Másként gazdálkodás került a kezembe. És ebben ez egy szócikk gyűjtemény egyébként, ami akkoriban, amikor megjelent, pontos évszámot mondjak, ez 1989 volt, amikor én az egyetem tanulmányaimat kezdtem, akkor elég unikális volt, hogy nem egy egybefüggő
eszét olvasunk, hanem igazából szócikkszerűen elrendezett gondolat töredékek gyűjteménye annak, hogy hogyan lehet az ökonomiáról, a gazdaságról, mind a gyakorlati értelemben vett gazdaságról, gazdálkodásról, mind az elméleti gazdaságról gondolkozni. És hát ebben az egyik szócikk Schumacher maga, tehát itt szerzők is vannak, illetve jó pár olyan fogalom, ami Schumacherhez kötődik, amiről gondolom még lesz szó, és én nem is akarom ezeket lelőni. És hát volt szerencsém utána Zsolnay Lászlóval közösen elkezdeni tanítani, amire Hecka utalt. Ökológiai közgazdaságtannak hívják azt a disziplinát a mai modern tudományban, amelyik atyának tekinti Schumachert. Ez az ökológiai közgazdaságtan, ez egyébként megtévesztő már is a tekintetben, hogy mindenki azt gondolná, hogy ez közgazdaságtan a neve miatt, de amikor ez született, egyébként 1980-as évek végén, akkor éppen azon dilemmáztak a tudósok, hogy őket nem az érdekli, hogy disziplinárisan elhelyezzék magukat, hanem problémákat látnak a világban, amik nincsenek megoldva, ilyenek az ökológiai válsága, a társadalmi igazságosság különböző aspektusaival összefüggő dilemmák, akut tragikus emberi helyzetek, és akut nem, tragikus nem emberi helyzetek a bioszféra pusztulásához kapcsolódóan, és hogy hogyan lehetne ezt megoldani, ez érdekelte őket, és így született az ökológiai közgazdaságtan, hogy ez egy probléma vezérelt kutatási irány, ahol mindenféle tudományos háttérre rendelkező kutatók dolgoznak. Azóta egyébként a tudomány ezt már befogadta, mint látható, elég hamar Magyarországon is lehetett ilyet tanulni. Tehát berendeződött azért a modern tudomány fellegváraiba, és szociológiailag intézményesült benne, de és ilyen értelemben egyébként Schumacher egy teljesen elfogadott atya az összes zöld alternatív közgazdasági gondolatnak, illetve én így mondanám megint csak hangsúlyozom, hogy nem csak közgazdasági gondolatnak, hanem minden olyan gondolatnak, ami ezeket a gazdaságunkkal összefüggő kérdéseket érinteni szeretné. Egyébként csak Schumacherről még annyit, hogy egy egészen kiváló közgazdász tehetség volt, egy olyan közgazdász szárnyai alatt nőtt fel, akit hát az összes közgazdász nagyra tart, ez John Maynard Keynes, a brit közgazdász. Ő neki volt az egyik kedvenc tanítványa, oly mértékig kedvenc volt, hogy amikor ő nyugdíjba vonult, akkor az egyik jelölt a munkájának és a pozíciójának folytatására az maga Schumacher volt. De addigra ő már kiábrándult egyébként a közgazdaságnak főáramával, amit Keynes is képvisel, úgyhogy nem vállalkozott a folytatásra. Igen. Most azt mondtad, hogy az ökológiai közgazdaságtan az nem feltétlenül közgazdaságtan, viszont a kicsi szép az nagy rész közgazdasági mű, és szerintem fejtsük ki egy kicsit, hogy mi az, amiben ő kiábrándult a hagyományos közgazdaságtanból, és mi az, amiben új dolgot mutat, vagy új alapokat helyez le. Ez csak azért is érdekes, mert engem legelsősorban nem is a zöld része ragadott meg az első olvasáskor, hanem az, hogy amikor én bekerültem a közgázra, akkor ami a legelőször szembe jött velem, így a mikroökonómia, az azt mondta, hogy az ember önző és önérdekkövető, és erre építünk fel mindent. És én megnéztem, hogy hát ez hülyeség. Tehát, hogy nem így van. És akkor innentől kezdve kicsit problémás volt nekem a közgazdasági egyetem. Egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy vannak más ágai is a közgazdaságtannak, amik nem feltétlenül ezekből az alapvetésekből indulnak ki, amikből a mikroökonómia. Tehát mik azok az alapok, amikben Schumacher újat hozott, lehet, hogy nem egyedül, Boldinggal vagy másokkal együtt, akár a keretekben, akár az alapokban, ugye lehet itt a buddhista közgazdaságtan említeni, azt mint egy gondolatkísérlet. Ezeket hogy látod? Hát nagyon sok mindenben hozott újat, tehát gyakorlatilag én nem szeretnék belemenni a főelmű közgazdaságtan részletes kritikájába, mert az kevésbé érdekes, de nyilván néhány kontrasztot Schumacher gondolatai és a főelmű közgazdaságtan kontrasztjában azért fel lehet villantani. Az egyik ilyen, hogy ha már az önzőséget említetted, meg az a érdekkövetést, haszonmaximalizálást, akkor ugye a közgazdászok szeretik azt hinni,
hogy a közgazdaságtan ez egy etikailag teljesen semleges tudomány terület, az csak egy gyakorlatilag egy mérnöki tudomány, költségek, hasznok, egymáshoz való viszonyítása és racionális döntéshozatal, és igazából ennek semmiféle erkölcsi háttere, alapja nincs, ez kellően semleges, és mindig így is döntünk, nézzünk csak rá mai modern fogyasztókra, befektetőkre, mi magunkra is, így döntünk, amikor vásárolunk, így döntünk, amikor befektetési döntéseket hozunk, munkahelyet választunk, és a többi, és a többi. És hát nagyon sokan hívei ennek a gondolatnak, hogy ez teljesen semleges. Egy baj van vele, hogy ez abszolút ahistorikus, a közgazdaságtan születése az a morálfilozófiához kötődik, ugye Arisztotelész, Adam Smith, és most ebben nem is kell tovább nagyon belemenni. Tehát egy haszonelvű filozófia, morálfilozófia döntési algoritmusát konvertálták át, úgy tűnik semleges költség-hasznok összevetésére, de ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez nem etikailag semleges döntési algoritmus. És egyébként Schumachernek ez az egyik baja a közgazdaságtannal, hogy elveszik benne az, amit ő, hát különösen a késői Schumacher, a gyakorlati közösségi munkái tapasztalatai alapján is úgy gondolt, hogy kell lenni valami magasabb rendű jónak, valami erkölcsi értéknek és ideálnak, amiért tevékenykedünk, dolgozunk és élünk a Földön, valami olyan bölcsességnek is, ha valakinek ez így jobban tetszik, ami meghatároz minket, és maximum okosságnak lehet nevezni azt, amit a közgazdász racionalitás koncepciója feltételez, mert hiányzik belőle ez a magasabb rendű jó, hiszen a közgazdaságtanban minden elfogadott, amit az egyén szeretne, minél több belőle, annál jobb, és a közgazdász így morálisan semlegesen nem kell, hogy nyilvánítson bármit is, hogy az a társadalom jó vagy nem jó, akkor jó, ha minél többen boldogak benne. De hogy mit jelent az a boldogság? Hát minél több van neki elfogyasztható jószágból, maximum még idáig megyünk el közgazdászként. És Schumacher ebből ábrándul ki, és érzi úgy, egyébként csak még történelmi elemeket behozva, Schumacher tulajdonképpen ugye egy Gandhi követő, tehát Gandhi óriási hatást gyakorolt rá, később a keresztény gondolat is, tehát a katolicizmust fel is vette, és ezek mind-mind azt tanították neki, hogy itt a boldogság és az emberi jólétnek valami magasabb rendű értékéhez kell eszközként használni a közgazdaságtant, a gazdaságot, mint olyat, és nem pedig öncélként tételezni. És maga a fogyasztás az nem lehet egy ilyen öncél, az csak ugye eszköz lehet azért, hogy valamilyen eszköz, hogy jól érezzük magunkat. Egyébként ezt még megfordította, társadalmi szinten a fejét tetejére állította a közgazdász gondolatát, meg azt is mondta, hogy a közgazdaságtan gondolatát, hogy igazából az a jó, az a racionális közgazdaságilag is, hogyha a lehető legnagyobb jót, most nevezzük így, azt a lehető legkisebb fogyasztással érjük el. Tehát a legnagyobb boldogságot a legkisebb fogyasztással érjük el. Nem pedig azzal, amit a közgazdaságtan tanít, és amit mi is gyakorolunk, azt hiszem, amikor a társadalmi státuszunkat a piaci társadalomban növelni szeretnénk, azt a materiális vagyontárgyak és a fogyasztási szokásaink szimbolizálják legjobban. Schumacher szerint ez egy beteges dolog, de legalábbis a boldogságtól eltávolít minket, mint pedig közelebb. Hát ez volt az egyik, vagy egyik fő gondolat, amiért elégedetlen volt a közgazdaságtan. A másik, az lehet, hogy sokaknak meglepő lesz, de én már magam is belefutottam abba, hogy közgazdászok vehemensen kritizálták munkáinkat, hogy amiben a munka, az emberi munka, ugye a közgazdász számára, az egy szükséges rossz. Tehát az egy negatív hasznosság, ha így közgazdászul akarok fogalmazni, ezt csak azért csináljuk, hogy kompenzáljanak minket a bérünkkel, kifizetéssel, amiből majd nagy boldogan megvásároljuk azt, ami az igazi boldogságot hozza. Most Schumacher ezt is egy ostobaságnak tartotta, mert azt mondta, hogy a munka az az ember lényegéhez annyiban hozzátartozik, hogy a képességeinket ezen keresztül fejlesztjük, a karakterünket, az emberi karakterünket ezen keresztül fejlesztjük, sőt, odáig ment, hogy az egocentrikusságunkat a munkán keresztül győzhetjük le, és léphetünk túl rajta, hiszen a munkatársas tevékenység, és ebben válunk erkölcsös lényé, emberré, a másokkal való interakcióban. És csak harmadsorban egyébként a szükségleteinket kielégítő tevékenység,
a tekintetben, hogy megszerezzük azokat a javakat, szolgáltatásokat, vagy a munkánk révén saját magunknak előállítva, másokkal közösen előállítva, vagy éppen a egyéb juttatásokból aztán azt konvertálva szükségletkielégítésre. Úgyhogy a munka, mint negatív hasznosság, mint csak egy ostobaság a Schumacheri gondolatkörben, és a harmadik, az meg egyértelműen a természethez kapcsolódik, amit én legalábbis hangsúlyoznék ebből a gazdag életműből, nyilván itt leegyszerűsítve az idő miatt is, az pedig az erőszakmentesség. Tehát ő egy non-violent economics, egy erőszakmentes közgazdaságtan híve volt Gandhi után. Azt mondta, hogy az a közgazdaságtan és az a gazdaság, amit működtettünk, az rabol, az expanzív, az kiszorítja a többi fajta bioszférából, egyre kisebb életteret ad nekik, kizsákmányolja a nem megújuló erőforrásokat, ami egyébként közgazdaságra teljesen irracionális, mert nem pótolható erőforrásokról van szó. Tőkéről van szó, és csak az ostoba ember éli fel a tőkéjét, a jövedelmet lehet elkölteni, nem a tőkét. Tőkét meg kell őrizni, hogy a jólétünk hosszú távon megmaradjon. Úgyhogy igazából a közgazdaságtannak egy erőszakmentes és egy permanenciát, egy tartóságot biztosító tudománynak kell lenni, és egy olyan gyakorlatnak, ahol minden ökonomiai ember, lény, amikor ökonomiai cselekvésekbe bonyolódik, akkor ezt a tartósságot, permanenciát és ezt az erőszakmentességet gyakorolja a gazdasági tevékenységén keresztül. Igen, azt gondolom, hogy ez a legutóbbi, ami miatt a zöld mozgalmaknak, nem, nyilván más gondolatok miatt is, de hogy a gazdasági berendezkedésre vonatkozó gondolatai, amelyek kizsákmányolják az erőforrásokat, tehát ez volt az egyik fő gondolat benne, de ami miatt ugye alapművel lett a zöld mozgalmaknak. Különösen arra vonatkozóan, hogy azt mondta, hogy nincs olyan. Tehát a piacon ugye elvileg a közgazdászok szeretik azt mondani, hogy minden áru. Tehát, hogy megveszek egy ajándéktárgyat, vagy van egy szolgáltatás, vagy van az alma, van a körte, a föld, ezek mind árucikként kezelhetőek, és mindegyiket a piac tudja leghatékonyabban elosztani. Jó, néha egy kis hatékony állami szabályozás kell, valamicske, hogy ez jól működjön, de azért alapvetően a piac el tudja jól osztani a javakat. És ezt kérdőjelezte meg, és ezt kérdezik meg azóta az öldek folyamatosan, hogy ezek a dolgok egyneműek volnának. Tehát nem igaz, hogy a cipő az ugyanolyan, mint a, nem tudom, egy almafa, vagy a talaj, vagy a föld, vagy akár tudom én, más szolgáltatások is. Tehát valami differenciálni kell a közgazdaságtanban is ezek között a kategóriák között, és egészen máshogy kell hozzájuk állni, nem lehet ilyen megoldásokat, hogy akkor az államnak kell szolgáltatni a mindent, az éppen ellenkezőleg épp a piacnak. És ehhez, ez csak így a saját gondolatán volt. Ezzel kapcsolatban oda mennék, hogy én nekem, ami a legkedvencebb részem volt mindig a könyvből, ez az utolsó fejezet, ez az új tulajdonformák, ahol a Scott Bader közösségről, ugye az új fordításban közösség szerepel, már régen köztársaság, Scott Bader köztársaság néven futott. Ez egy kis vállalat, egy skóciai kis vállalat, ami 51-ben átalakult, a tulajdonosa, egy Scott Bader nevű úriember, fogta és lemondott a tulajdonáról, és átalakította egy köztársaságot, tehát egy ilyen dolgozói igazgatású vállalattá a csoport, és volt 8 alapelve, hogy maximum 1-8-hoz lehet a jövedelemkülönbség, a vezetőkről közösen döntenek, a nyerességnek az elosztását úgy határozta meg, hogy a 40%-ot vissza kell forgatni, 30, a pontos arányokra nem emlékszem, de hogy 30-40%-ot meg a vállalat környékén lakók jólétének fejlesztésére kell fordítani, és ebből a vállalatból aztán alakult egy másik is, kisebb mértékben is terjed. Nekem mindig az volt a elképzelésem, az tetszett ebben, hogy igenis ezen a rendszeren belül is meg tud élni egy alternatív vállalkozási modell. Te is foglalkoztál ilyen alternatív vállalkozási dolgokkal, hogy ez mennyire ment át ez a Schumacheri gondolat, vagy akár a Scott Badernek a példája a mai világban. Hát az a szerencse, hogy a gazdaság az mindig is nagyon sokféle volt, tehát igazából ugye csak a tankönyvek meg a tudomány kanonizált tudása egyszerűsíti le a világot, és varástalanítja a világot, ugye, hogy Max Weber
megfogalmazta, és igazából szerintem Schumacher újra varázst hoz a világba a gondolataival. Úgyhogy e tekintetben is egy nagyon jó könyv, mert nagyon olvasmányos és nem tudományos, szűk rétegnek szóló nyelven íródott, amellett, hogy nagyon mély és magas rögtű. Én azt gondolom, tehát visszatérve a kérdésedre, hogy igen, maga Schumacher is ugye a gyakorlat embere volt, tehát ez nem tudom mennyire ment át Laci Löwit bevezetőjéből, de ugye ő nagyon sokáig komoly gyakorlati közgazdasági szakembere volt, tanácsadója kormányoknak, a brit kormánynak, indiai kormánynak, burmai kormánynak, tehát elég sok mindent megtapasztalt, és teljesen kiábrándult abból a fejlődési, modern irányzatból, amit a mi kultúrkörünk képvisel, és úgy gondolta, hogy a fejlődő országoknak teljesen más kell. Egyébként itt van még egy hallhatatlan gondolat, ez az intermediate technology, vagy appropriate technology, a megfelelő köztes technológia, erre is majd kitérhetünk. És a szervezeti formák, az a small is beautiful, ugye ez a kicsi szép értelmezéséhez kapcsolódik szerintem. Mégpedig az, hogy ez a kicsi, ez ugye szembe akar menni azzal, bár Schumacher egyébként viccesen úgy fogalmazott, hogy ha most a kicsi uralkodna a világunkban, akkor én valószínűleg a Big is Beautiful könyvet írtam volna meg. Tehát senki se értse úgy, hogy ő minden áron romantizálta a kicsit, hanem egyszerűen azt mondta, hogy a mi világunkban túlzottan az extremitások, a nagyobb, nagyban gondolkodás. Big science, nagy tudomány, big business, nagy business, és lehet sorolni, big government, és sorolhatjuk. Tehát ezzel szembe akar menni és visszabillenteni a mérleget egy kicsit, hogy kiegyensúlyozottabb legyen, és ez a kicsi személyesebbé tegye újra a világot, a munkahelyeinket, a szervezeteinket, átláthatóbbá, érzékenyebbé. Szerinte ez szabadságot hoz nekünk, az amiért sokan aggódtak egyébként, amit Hekka elővezetett, az egyébként egy gyönyörű Polányi Károly interpretáció volt, hogy az áruvá tett ember és az áruvá tett természet. Ezt Schumacher úgy fogalmazza, hogy olyan szervezeteket és szerveződéseket lehet létrehozni, amik megmaradják érzékenységüket a másik iránt, egymás iránt, és a más lények iránt is, mert ez hoz szabadságot, ez teljesíti ki a képességeinket, ez kreatív, ez élvezetes, ez hatékony. Így fogalmaz. Tehát ez az ő ideája. Egy erőszakmentes, az emberihez közelálló méretű, tehát átlátható, kezelhető, személyességet megőrző. És ebben az értelemben egyébként rengeteg kezdeményezés van. Tehát én nem is szeretnék most hirtelen belemenni, de azt gondolom, hogy amit az Európai Unió szociális gazdaságnak nevez, Latin Amerikában szolidáris gazdaságnak hívják. Tehát makroszinten milliós nagyságrendű munkahelyteremtés folyik ilyen szervezetekben, amik ezt a fajta, ha úgy tetszik, politika ideálként egy sokkal részvételibb, demokratikusabb ideát testesítenek meg a munkavilágában is. Igen, ott folytatnám, ugye a Schumacher is azt írta, ahogy mondtad róla, hogy egy gram gyakorlat többet ér egy tonna elméletnél, és az ő követői, ő maga is, meg az ő követői is ezt nem csak olyan értelemben követték, hogy dolgoztak valahol, kormánynak, hanem az elveket megpróbálták a gyakorlatba átültetni, tehát létezik ez a Schumacher Circle, ahol több társaság, több civil szervezet van, úgyhogy ha erről tudnál mesélni, már pedig tudsz mesélni, mert te is voltál egyszer egy ilyen Schumacher Society-s továbbképzésen, úgy tudom Angliában, ahol mi is folyt, és hogy is van ez az egész. Laci megkérdezte már az elején, hogy készültem-e fel, vagy hogy készültem, ugye nem akartam a... aztán majd meglátjuk, hogy át is megyek-e a vizsgán, vagy csak hajtogatom, hogy készültem. Minden esetre összeírtam, mert én se tudom fejből, hogy mi minden ihletett meg Schumacher, ami most működő szervezet, és az ő gondolatait ülteti a gyakorlatba. És hát itt szinte már, akkor most azt mondom, hogy a keresésem az egyből kihozta ezt a Schumacher Circle nevű laza kapcsolódást, ami mögött, hogyha jól számolom, akkor 8 szervezet van. Ezek között van egy Practical Action nevű olyan nemzetközi, nem kormányzati szervezet, ami egyébként egy charity, Angliában bejegyzett charity.
amelyik kifejezetten a fejlődő országok szegényeinek próbál olyan technológiákat fejleszteni velük együtt, tehát részvételi módon, ami az ő gazdasági túlélésüket és függetlenségüket segíti. Létezik a Soil Association, aki ismeri a organikus mezőgazdálkodást, az tudja, hogy ez az emblematikus szervezete Nagy-Britanniában. Ez is Schumacher szülötte, gondolatainak születe. New Economics Foundation, egy think tank, amelyik a, megint csak Angliában található, és keresi a Great Transition-t a honlapja szerint, hogy hogyan tudnánk társadalmunkat és gazdaságunkat egy újabb nagy átalakulással valami fenntartatóbbá tenni. És ők is Schumacher követőinek számítanak, a Happy Planet Indexet talán sokan hallották, mert tehát a boldog planéta mutatója, vagy boldog bolygó mutató, amelyik ugye egy alternatív makrogazdasági mutató akar lenni, hogy jó fele tart-e a világ és az országok benne. A Schumacher College, na ez az, ahol én is szerencsésen egy 3 hetes kurzuson részt vehettem, ami Dél-Angliában található, és nagyon jól, nagyon alternatív módon szerveződött képző hely a tekintetben is, hogy a világ minden tájáról érkeznek diákok és oktatók is, és mi magunk látjuk el magunkat. Tehát nem az van, hogy ott luxus körülmények között megérkezünk Dél-Angliában, ami ugye egy gazdag része Angliának, szó se róla, és akkor kiszolgálnak minket a takarítónők és a szakácsok, és hanem ezek mind mi vagyunk. Tehát mi takarítunk, mi főzünk magunkra, és közben tanulunk, tehát az egész élet, és kertészkedünk, stb. Tehát ott állítjuk elő a... Tehát az egész, hogy becsöppenünk egy olyan helyre, ahol átlátjuk az egésznek a működését, sőt, benne részt veszünk, és közben építjük a szellemünket is, ha minden jól megy. A Schumacher Institute-tal is lett kapcsolatunk, mert ez egy olyan, megint csak független think tankként Bristol központtal határozza meg magát, aki követi Schumacher gondolatait, és egyébként EU-s projektekben működtünk velük együtt, tehát ők kifejezetten kutató, kutatási projektekben dolgoztunk együtt. Van egy könyvkiadó, a Green Books, amelyik próbál ilyen alternatív közgazdasági és egyéb köteteket kiadni. A Resurgence Magazine, amelyik ugye egy havi folyóirat, ha jól emlékszem, és ott is ezek a gondolatok terjednek, az interneten és nyomtatott formában is, és akkor Wales-ben található a Center for Alternative Technologies, ami egy képzőhely, illetve egy demonstrációs központ, amit annó mi is meglátogattunk, amikor Schumacher College-ban tanultunk, és itt demonstrálják azokat a működő, kisléptékű, megújuló energiákra és környezetkímélő anyagokra épülő technológiai megoldásokat, ami a mindennapi életünket szolgálják már, vagy szolgálhatnák, hogyha tudnánk róluk, vagy használnánk őket. Úgyhogy ez a Schumacher Circle, és egyébként létezik a Schumacher Society is, amelyik kifejezetten a Schumacher hagyatékát kezeli, aki már találkozhatott vele, én egy kiadnak egy ilyen briefings sorozatot, tehát ilyen kis vékony kötetek, amik egy-egy problémáról, hát itt például a globális egyenlőtlenségekről szólnak. Tehát ugye ez látszik egyébként, hogy Schumacher gondolatok, hogy gyönyörűen összekapcsolódik a zöld gondolat, a természetvédés és a társadalmi igazságosság. Ez szerintem nagyon fontos, mert a zöldek jelentős része, bár én elég régóta tagja vagyok a mozgalomnak, de mindig elfeledkezik a társadalmi igazságtalanságokról és a szegények és az egyéb hátrányos helyzetűek szerepéről, míg a szociális szféra meg általában nem törődik a természet kíméléssel és a bioszférával, valahogy azok nem tűnnek neki marginalizáltnak és gyengéknek, csak az emberi lények. Ez a kettő gyönyörűen összekapcsolódik Schumacher munkáiban, és a Schumacher Society egy előadás sorozaton, ezen a briefing sorozaton keresztül, illetve egy Schumacher Award, egy díjon keresztül is jutalmazza azokat, akik, és meghívja, bevonja azokat, és élettel tölti meg továbbra is Schumacher hagyatékát. És szerintem egyébként, bár nem közvetlenül, de az alternatív Nobel-díj is ide kapcsolódik, a Right Livelihood Award, amit ugyan nem kötnek explicite Schumacher nevéhez, de az egésznek a koncepciója az gyönyörűen harmonizás Schumacher gondolataival. Közben mondanám, hogyha valakinek van kérdése, az nyugodtan tegye fel a kezét, és akkor majd meg is kérdezi. Tessék. Most nekem írtam, hogy ez több kérdés is.
Itt az előadás elején így említett azt, hogy hát, egy ilyen értéksemleges közgazdasággal szemben egy értékhangsúlyos közgazdaság vázolt a Schumacher. És hát, a tapasztalat is, tehát akkor kell egy határozott véleménynek lenni ezek szerint, hogy akkor mi a jó, mi okoz boldogságot. Én úgy látom, ahogy körbenézünk a világból, hogy sokféle elképzelés van. Ezekben a különféle szervezetekben, amik így működnek és jók, ezek mit az elképzelés a jóban, a boldogságban? Ezt eltalált. Egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert adott esetben Schumachert lehet adva esetleg kritizálni, hogy ő nem feltétlenül tölt azzal időt, hogy a boldogság értelmezésének pluralizmusát taglalja, és afelől gondolkodjon, hogy hogyan lehet akkor az eltérő boldogság koncepciókat igazságot tenni, és nem egy fajta boldogság koncepciót ráerőltetni mindenkire. Nyilván annyi el van rejtve azért az ő gondolataiban, hogy ezek a kicsi decentralizált, lokalizált megoldások, ezek nagyon sokfélék lehetnek. És ugye nincs, még hogyha esetleg a kicsiben ott van az elnyomás, azért az esély meg, hogy akkor abból kilépünk és átmegyünk egy másikba. Tehát nem romantizálnám ilyen szempontból sem a kicsi lokális megoldásokat, mert azok is lehetnek elnyomóak, nem csak a nagy megoldások. Én azt gondolom, de ez most már nem annyira részben Schumacheri annyiban, hogy ahogy kérdezte, ezek az intézmények ezt hogy követik, a részvételi folyamatokon keresztül. Tehát párbeszédben azokkal, akikkel dolgoznak. Tehát például ez a practical action, ez ugye a fejlődő országok különböző helyi közösségeivel, akikkel együtt elkezd dolgozni, akkor nem ő hozza magával a megoldást, hanem együtt dolgozzák ki a megoldást. Tehát ez mondjuk nekem a szívemhez és az én értékválasztásomhoz nagyon közel esik. Nem gondolom, hogy lenne egy boldogságkoncepció, aminek uralkodni kéne, de azt gondolom, hogy egy párbeszédben viszonylag jól egyetérthetünk abban, hogy mik lennének fontos dimenziók adott esetben egy ilyen boldogságban. Lásd, a szabadság, a munka lehetőség, tehát ezek azok, amik a Schumacheri gondolathoz nagyon közel állnak, tehát ez a boldogság koncepció biztos, hogy tartalmazza, hogy mindenkinek legyen értelmes munkája. Például kreatív munkája, de mindenképpen olyan munkája, amit szabadon választ, ahol fejlesztheti képességeit, ugye az egyik fő... Hadd tegyek, ugye szerepel egy ilyen idézet, valamelyik Pápát idézi a valamelyik tanulmányban, hogy tartatatlan dolog, hogy az anyag bemegy a gyárba és meg nem esett, bejön ki belőle, míg az ember bemegy a gyárba és lelassan bejön ki belőle, hogy ez kicsit van, mint hogyha rosszul lenne összerakva. Mindenképp ez egy fő üzenete ennek a boldogság koncepciónak, hogy effektíve le is írja, hogy mindenkinek kell legyen munkája, tehát ha úgy tetszik, ez a teljes foglalkoztatás közgazdaságtanra így fordítanánk le koncepciója, de ez a munka, ez ugye nem egy ilyen kényszerből választott munka, hogy túléljek a társadalomban, hanem van esélyem, és hatalmam szabadon megváltoztatni. Ennek most ugye óriási nagy hitet teszünk abba az eszközbe, amit ugye garantált alapjövedelemnek neveznek, és mostanában vitatják Magyarországon is, hogy kell-e, nem kell. Ez például az egyik eszköze lehet, nem Schumachertől jön, annak, hogy elérjük a Schumacheri ideált. Én is egy hasonlót akartam kérdezni tovább, hogy beszélve arról, amit ő írt, most akkor menjünk bele egy kicsit jobban, keményebben a dologba, hogy mennyire időtállóak egyes részei, vagy a gondolatai annak, amit leírt. Például a nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatban jó, hogy van egy ilyen szervezet, amelyik a fejlődő világgal párhuzamban kezeli a dolgokat, de mint hogyha a fő csapás irány nem ez lenne a fejlődő világban, hanem inkább egy tömegtermelésre, tehát a növekvő népesség ellátására, monokultúrás gazdálkodás folytatására való átállás folyik a világban, hogy még most 40 évvel később van a lehetőség mondjuk az ő gondolatait is alkalmazni, vagy hogy egyáltalán tudnak-e hatni ezek.
most tudnak-e része lenni annak a problémának, igen, de ugye megoldásnak. Nehéz kérdést tudom. Leírtad a világban mindenhol domináns intézményrendszer, de ez nem azt jelenti, hogy nincs alternatíva mindenütt. Sőt, lehet, hogy a fejlődőnek nevezett országban sokkal több és inspiratívabb alternatíva van, mint a saját kultúrkörünkben, bár ezeket a magyar sajtóban is szeretjük úgy inkább megjeleníteni, mint hogy ezekben a populista országokban ott olyan furcsa dolgok történnek, és hol van az, ami megszokott nyugodt, stabil demokráciánk. Már amennyiben nyugodt, stabil demokráciánk van. Minden esetre azt gondolom, hogy rengeteg módon él Schumacher gondolata, tehát nem ilyen egyszerű azért a helyzet. Tehát vannak országok, vagy államok nagy országokon belül, akik ezt követik, vagy városok. Tehát hasonló gondolatokat a közigazgatás szintjén, akár a részvételi demokráciában, akár boldogság koncepciókban, csomó ország, ugye a magyar sajtóban is a Bhután neve talán már mindenkinek ismerős, hogy ott a bhutáni királyságban boldogságindexen mérik a fejlődést, és nem pedig GDP-vel, meg GNP-vel és hasonlókkal. Amin mosolyoghatunk, meg el is gondolkodhatunk, hogy esetleg egyszer majd mi is tanulhatnánk másoktól, és nem nekünk kellene tanítani mindig másokat. És egyébként a Development Economics, tehát a fejlődés közgazdaságtana, az teljesen leszámolt azzal a fejlődési paradigmával, ami még mindig persze meghatároz egy csomó domináns intézmény, bár már jó példái is vannak országoknak a fejlesztés politikája, tehát hogy segítik az úgynevezett fejlődő országokat, az paradigmaváltáson keresztül ment, és már nem azért a standard mainstream közgazdaságtanra épül csak, hanem ugyanúgy a közösség fejlesztése eszközei, a részvételi demokrácia erősítése és hasonló beépültek. És nem jön a szakember, mint itt Magyarországon is a rendszerváltáskor megjöttek a külföldi közgazdász szakemberek, én is találkoztam, ők is mondták, hogy akkor igen, haszon maximalizáló lényre alakítjuk ki az intézményeket, és mindenki úgy is így dönt, nem is kell másképp vizsgálni, nem kell megérteni a magyar kontextust. Most a Schumachernek nagyon fontos gondolata egyébként, hogy az ő lokalizáció gondolata az abból jön, hogy minden lokalitás más, és mást kell kitalálni minden lokalitásnak. És hagyni kell kitalálni. És ez a kitalálás, ez folyik. És ez lehet grassroot, alulról jövő, és jobb esetben ez segíti a hatalmi szintek feljebb is, mert belátják, hogy egyébként nem fönn kell kitalálni a boldogságot, meg másnak kell kitalálni a boldogságot, hanem együtt, decentralizáltan kell kitalálni az útjainkat, amik minél sokfélébbek lesznek, annál reziliensebb, ellenállóképesebb lesz a társadalom, hogy egy ökológiai fogalmat minden most beemeljek, amit maga Schumacher még nem tesz meg, de a követő, hogy már igen. Igen, ez a reziliens rendszer, én is szoktam hivatkozni, és azt gondolom, hogy ez egy fontos fogalom lesz a következő években. Arra térnék még ki, amennyi időnk még van, hogy ma Magyarországon hol vannak olyan szellemi műhelyek, vagy egyetemeken hol tanítanak olyasmit, ami kapcsolatban van mondjuk Schumacherrel, vagy Kicsiszéppel, akár ökológiai, akár etikai közgazdaságtan. Tehát ha mondjuk oktatási intézménybe keresi az ember, vagy civil szervezetek, vagy szellemi körök, vagy hogy néz ki ez a mai kép, illetve mondjuk az a szelet, amire te rálátsz. Na, ez volt a megnyugtató mondat, mert tuti, hogy nem rátok rá mindenre, és most elkezdek valamit sorolni, mert úgyis kihagyok valamit, és akkor az még ilyen rosszul hangzik, meg nem túl méltányos, de hát nekem is töredékes a tudás. Csak azért kérdezem, hogy valaki érdeklődne mondjuk jobban, vagy beindít benne valamit, akkor már ezt fele tud elindulni, érdeklődni. Szerintem nem hiszem, hogy van olyan magyar egyetem, ahol ne oktatnának valami olyasmit, ami ehhez kapcsolódik. Tehát az az idő elmúlt, amikor én kezdtem tanítani, hogy meg kellett küzdeni még azzal a közgazdaságképzésben, vagy az üzleti képzésben, hogy a zöld gondolat az nem alternatív. Ma már a diákoknál a zöld gondolat az teljesen bevett,
nem kell magyarázni, elfogadott, és egyáltalán ezek az etikai kérdések is, az üzleti etika is hasonlók, ezek már legalábbis az oktatás szintjén, hogy most mi van a gyakorlat szintjén, és hogy ott mire szocializálják bele a munkavállalókat és a fiatalokat, az egy másik téma lenne. Úgyhogy nem tudom, mit emeljek ki, mert ez ilyen reklámozásnak is tűnne, de mondjuk azt gondolom, hogy egyébként például az ELTE-n a humán ökológia mesterszak az egyik leg. Mert az egésznek a koncepciója az egy ilyen koncepció, amit ugye Lányi András alapított, és most vett át az ő nyugdíjba menetelével Takács Hánta András. És ez a humán ökológia program szerintem az, ami igazából megtestesít, de minden egyetemen, minden képzésben lehet találni tárgyakat, aki ilyen iránt érdeklődik, biztos, hogy nem elveszett. És az is biztos, amire én nem látok rá, már végképp nem, hogy rengeteg civil szervezet képvisel hasonló dolgot, adott esetben állami szervezeteket is, vagy alkalmazottjaikat bőven megihletett, és követhetik ezeket, ezek a gondolatok, követhetik, de úgyhogy én abszolút azt gondolom, hogy ezek itt vannak és működnek. Így, parancsolj! Hogy mégiscsak jó lenne, hogyha... Érdekelem. Igen, hogyha tudnának mondani bármilyen olyan helyet, nem is intézményesítettet, hogyha valaki szeretne közösen gondolkodni, tanulni, foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, akkor például hol találhat ilyen közösséget, vagy bármiféle fórumot, ahol ezt meg lehet tenni. Hát itt számítok mindenkire, ha valaki tud még reklámozni, akkor helyeket akkor reklámozzon. Az a baj, hogy én az utóbbi időben már... Ugye nekem egy ilyen hely volt egyébként a Védegylet nagyon sokáig, ahol dolgoztam. Aztán, amikor ugye már nyílt a politika irányába mozdult el a Védegylet, és nem a civil élet, akkor én már ott befejeztem tevékenységemet. De azt gondolom, hogy ott esetben politikai, a Védegylet is egy politikai kör volt, csak nem pártpolitikai. Az egy ilyen hely volt. Mást azóta én nem próbáltam ki, úgyhogy nem merek mást mondani. Azt tudom, hogy egyébként ez a humán ökológia szak mellett van egy fizetős humán ökológia képzés is, amit aki elvégzett és akivel találkoztam, mind nagyon szerettem, azt Takács Hánta András csinálja. Van egy kis közösség, hát most nem tudom, hogy mi a neve, hogy nevezték el, nem tudom, tudod-e, de egy kis közösségi munkacsoportjuk, ami ilyen típusú kezdeményezéseket keresgél Magyarországon, és útmutatót akar ebből desztillálni, vagy kikristályosítani, és ezen a képzésen keresztül is, tehát ez a humán ökológia képzés, hogyha így az ember rákeres, akkor biztos, vagy meg tudom adni az elérhetőséget. Én ezeket tudom kapásból mondani, illetve nyilván egyetemen egyébként nagyon jó csapat, a Szegedi Tudományegyetemen van egy kis kutatócsapat, ott is az üzleti karon meglepő módon talán, akik kifejezetten a helyi fejlesztéssel, helyi innovációkkal foglalkoznak, és ott működik egy, szerintem egyszerűen csak kutatóközpontnak hívják, Bajmóczi Zoltán, Málovics György, ők azok, akik én ismerek személyesen, akik ilyen gondolatokat képviselnek, nyilván kutatói vonalon is, ők utóbbi időben több rendezvény felé is elmozdultak, tehát hogy a nagy közönséget is bevonják. Köszönöm szépen, gondolom egy picit hozzá lehet szólni, attól tartok, egy picit rózsaszínen látod most ezt a helyzetet, hogy az oktatásban és a közgazdaságtanban ez az alternatív ökológiai közgazdaságtan mennyire van jelen, és hogy mennyire van jelen az emberek tudatában és a civil szférában is. Nagyon úgy tűnik, hogy itt a 2008-al kezdődő pénzügyi gazdasági válság az leszorította ezeket a gondolatokat, és hát egyre több területen újra ez a mainstream, hagyományos gondolkodás erősödött meg. És ha megnézzük tényleg az elmúlt éveket, akkor egyrészt látszik a civil szférán is, akik igyekeztek ezeket a gondolatokat megjeleníteni, érvényt szerezni nekik,
ugye ott számolódnak fel, vagy teszik szinte lehetetlenné a megélhetésüket, és újra ezek a blabla, bocsánat, szokásos megoldási javaslatok kerülnek elő a közgazdaságtanban is. És például nagyon érdekes lenne megnézni az Európai Uniós forrásokat, ugye, amiről azt mondják, hogy most ugye ezek azok a források a társadalom gazdaságnak, ami a fejlődést, meg a jövőt, meg a nagyobbat, meg a szebbet, stb. Biztosítja, hogy ezeknek a forrásoknak a zöme milyen nagy léptékű projektekre, és pont nem azt erősíti, ami ugye a kicsi szép és a kisebb léptékű, sokszínű, stabil gazdaságot erősíteni. Tehát én egy kicsikét pessimista vagyok. Csak gyorsan Erzsinek annyi reakció, hogy ja, én nyilván bele vagyok szorulva a kis köreimbe, és azok ilyeneket csinálnak. Mi ilyen projektekbe veszünk részt, amik társadalmi innovációkat kutatnak, társadalmi vállalkozásokat, a szociális gazdaságot, és én látom, hogy mennyi van, és itt Magyarországon is rengeteg, és én azt látom, hogy egyre több. Azt én is látom, hogy a klasszikus NGO, civil szféra, nem kormányzati szervezetek azok megrodjantak, de pont ez az irány, amelyik a függetlenedés felé megy, és pont a válság hatására egyébként az alternatív kezdeményezések mindig szoktak nőni. Tehát az összes válság kiváltotta azt az ellenhatást is, hogy még újabb és kreatívabb megoldások jönnek. Az kétségtelen egyébként az Európai Unióban ez gyönyörű, meg van ez a paradox feszültség, hogy egyszerre nyomják a pénzt az óriás projektekre, és nyomják a pénzt a kis alternatívákra is, de ugye legalább megvan az esélye, hogy a kis alternatívák is jutnak valamihez, és esetleg valami lesz belőlük. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell küzdeni a nagy negatív projektek ellen, úgyhogy én azt elismerem, én hajlamos vagyok, akár terapeutikus szempontból is, úgy látom jónak a tanítás tekintetében, hogy az a fajta dolog, hogy a problémákat hangsúlyozzuk, az energiavesztést okoz mindenkiben. Egyébként ezt a terepmunkáim is visszaigazolták, tehát ahol a hátrányos helyzetűekkel dolgozunk együtt, és utána azt kérdeznénk, hogy na, akkor itt mi a probléma, amit meg kell oldani, akkor összeülünk mi is a problémák súlya alatt. Ellenben, ha azt kérdezzük, hogy mi az, amit tud, szeretne, mik a vágyai, tehát ugye ez a pozitív, ami van, abból próbálunk főzni és elindulni, ezzel lehet valamit változtatni, de hát nyilván ez nem negligálja azt, hogy egyetértek egyébként, hogy a domináns, ezért is mondtam, az a problematikus. Köszönöm szépen, akkor egy mikrofonom. Vágj előbb is egy másik ilyen tanulási lehetőséget szeretnék mindenkinek figyelmébe ajánlani. Múlt pénteken volt a KETEG-nek a konferenciája, a Boldogság Közgazdaság című. A KETEG, ez a keresztény elvek a társadalmi... Nem tudom, mindegyben. Szóval a Szapienci Egyetemnek és a Corvinusnak egy közös működése. Két éves posztgraduális képzés formájában. Köszönöm. Hát meg még lehetőségként ugye felmerül, hogy itt jelenlévők most hirtelen alkotnak egy létrehoznak egy Schumacher kört, és akkor haza sem megyünk, de azt gondolom, hogy a Moldova-Lasinál, hogyha valaki érdeklődik, hogy egy további lehetőség, akkor ezt továbbítani fogja nekünk, és szerzünk információkat arról, hogy hol találhat az ember olyan egyéb köröket, akik hasonló gondolati vonalon mozognak. Nincs több kérdés? Laci, várjál, visszaveszem. Azt szeretném megkérdezni, van-e még valakinek? Ott hátul látok egy jelentkezőt, aki jöjjön előre, mert odaig nem múlik el a zsinór. Sok szó volt magát, tehát ugye a könyv szellemiségéből adódóan, mert ugye egy könyvbemutató vagyok, úgyhogy félbe kérdezem meg, hogy mondjuk mikor lesz ez a könyv, vagy ennek valami módon a tudása mondjuk teljesen ingyenes, mert szerintem ez egy ilyen fontos lépése lehetne szerintem ennek a könyvnek. Azt gondolom, hogy...
Azt gondolom, hogy ennek a következő lépése, meg a másik kérdésem az lenne még, hogy tulajdonképpen milyen hatással volt ezekre a... Tehát számomra ez nagyon érdekes könyv volt, összekavartam egy másik könyvet, azért olvastam el. De hogy bölcsészként, tehát hogy tehát egy kis ilyen szívból másik oldalról, de nagyon fontosan tartottam a gondolatait, és ezt azok azon. És hogy mi a különbség ilyen módon a régi és az új között? Tehát, hogy van nem elég az első 10 percre, nem alattam el, hogy akkor erről volt szó, tehát engem ez nagyon... Tehát számomra ez nagyon fontos lenne, hogy ez újra lehetne valami módon írva, szerintem ez lenne egy fontos kérdés, és ez lehetne egy ilyen, úgymond Schumacher kör, vagy szerintem egy ilyen workshopnak a témája, amire én meg még szerintem pár újságíró is látom érzni, hogy ez egyébként sokakat érdekel. Például a Szegedi Egyetemen volt erről szó, meg a Pázmányon is többször, más közegben egyébként írói közegben. Tehát hogy hogyan lehet ezt használni írásra, ez egy érdekes, az ő gondolatai. Tehát hogy ez az internet kontra ennek a tovább lépésen kérdésem. Elvileg hatig van nyitva maga a képviselő. Jó, akkor... De Laci, nem akar valamit mondani, mert hogy én is ugye most látom a könyvet, tehát nem látom, tudom, hogy a 91-es magyar kiadás is megközött mi a differencia. Az egyik. A differencia az, hogy a fordító beismerte rövid ráhatás után, hogy ez nagyon rossz fordítás volt a 91-es. Úgyhogy jelentősen átdolgozta szerencsére. Én azt remélem, hogy ez már egy normális, sőt, hát nem remélem, mert én is dolgoztam vele. Kicsit nagyképűen, tehát most azt kell mondanom, hogy ez egy tényleg egy normális, nem azt nem, hogy tökéletes, soha semmi nem az tökéletes, de ugye ez tényleg egy normális színvonalú jó fordítás. Azt gondolom, hogy előnyére várt mindenképpen. Ez az új kiadásnál csak ennyit szerettem volna. Ugyanezt fordította? Igen, a fordító dolgozták újra. Igen, Gerczer István, aki egyébként meg volt egy hívva, de sajnos a tanszéken olyan esemény történt, nem is esemény történt, hanem a tanszéki elfoglaltságai miatt nem tudott most eljönni. Az ingyenességről én nem nagyon tudok mit nyilatkozni, hogy ez vagy lesz. Azt tudom, hogy ha egy kicsit rákeres az ember, akkor egy csomó fejezetet ingyen le tud tölteni az internetről. Tehát a magyarul is találtam. Magyarul is, igen. Az egészet így. Az a régi. A fele van fent alulzott. Az a régi rossz fordítás. Milyen dolgozunk, nem? Jó. Van-e még valakinek kérdési parancsa? Persze, hogy ne. Amiket a László mondott, az eszembe jutott ott egy könyvet, aminek én nagyon-nagyon megörültem, amikor megtaláltam, és hát valami egy részét olvastam már, de aztán két ifjú Corvinusosnak is oda ajándékoztam inkább. Ez a Sedlaczeknek a könyve, a jó és a rossz közgazdaságtana, hogy az nagyon érdekelne, hogy annak mi a kapcsolata a Schumacher-féle, vagy azok területtel, amikről most itt szó volt, az ökológiai közgazdaságtannal, vagy ehhez az egész dologhoz, hogy erről, ha lehet bármit is mondani érdem, hogy ő hogy viszonyul ehhez, vagy mi a véleménye a munká erről a könyvről, ez engem izgatna. Be kell vallom, hogy nem ismerem a könyvet. Annál jobb, úgyhogy ez egy jó tipp, már is írtam. Thomas Sedlaczek, egy cseh, prágai. Úgyhogy nem tudok a kapcsolatról sem. Jó és a rossz közgazdaságban a nagyon-nagyon ajánlom, szerintem rendkívül izgalmas. És volt? Szkolár talán. Talán. Szerintem az. Vagy Szkolár, vagy HVG. Hát inkább Szkolár, és nagyon minőségi kis könyv. Esztétikailag is. De miért nem ingyen is? talán találja. Az ingyenes. Van-e még kérdése valakinek itt ebben a körben? Ha nincsen, akkor nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttek itt, visszaadom még Lacinak egy szóra. Három dolgot szeretnék még. Az egyik, hogy e-book változata is lesz a könyvnek 2-3 héten belül elérhető. A másik, az se lesz ingyenes, igen. A másik, hogy ott hátul a terem végében
üdítőt, illetve kávét lehet fogyasztani, aki szeretne, az viszont ingyenes. És a harmadik megint csak nem ingyenes, ott a pultnál meg lehet venni a könyvet. 20% kedvezménnyel viszont majdnem ingyenes. Köszönöm szépen, viszontlátásra!